Köszöntjük Önöket így 8 óra után is. Természetesen a Startban minden olyan témával foglalkozunk, amiről az országban beszélnek, és azt hiszem, hogy az egyik ilyen ügy 48 órája erről szól a közbeszéd nagy része, ugye Kenderesi Tamásnak az ügye. A Blikben egyébként most itt a legfrissebb, Kenderesi Tamásnak a párja azt írta, hogy ő nem kételkedik Tamás ártatlanságában. Az ügy természetesen bonyolult, és nagyon sok vonatkozása, vetülete van. És akkor a friss hírek, nem egy táncos nőhöz, hanem egy vendéghez nyúlt hozzá kéretlenül Kenderesi Tamás a vizes világbajnokságnak otthont adó egyik éjszakai bárban. Ezt mondta a Híradónak egy Dél-Koreában élő magyar nő biztos forrásokra hivatkozva. Az úszószövetség elnöke szerint a fegyelmi eljárás elkerülhetetlen. Mérő Vera média szakértővel beszélgetünk mindjárt a témáról. Ahogy bárhol a világon, ebben a Gwangju-i bárban is egymáshoz viszonylag közel szórakoznak a fiatalok. Ilyenkor véletlenül bárki hozzáérhet a másikhoz. Kenderesi Tamás, akit most a koreai hatóságok szexuális zaklatással gyanúsítanak, szerint ennél nem is történt több szombat éjjel. Az úszó a közösségi oldalán azt elismeri, hogy hozzáért egy pultnál álló koreai táncos lány fenekéhez, amiért a lány komolyan megharagudott, ám a szexuális zaklatás vágyát a sportoló teljes mértékben visszautasítja. Biztos forrásból van az információ, amit szereztünk, hogy a hölgy, akit zaklatott a magyar úszó, az táncos nő lett volna, ő nem volt táncos nő, nem volt alkalmazottja, a klubnak egy vendég volt. A Yonhap News Agency szerint a dél-koreai rendőrség vádemelési javaslattal fordult az ügyészséghez, a sportoló pedig a rendőrségnek elmondta, vissza szeretne térni Magyarországra, ráadásul ki is fizetni a rá kiszabott bírságot. Sós Csaba szövetségi kapitány hétfőn az Indexnek már úgy fogalmazott, bízik benne, hogy Kenderesi Tamás tisztázza magát, de a szövetség fegyelmi eljárása elkerülhetetlen. Mennyi időben szép? Most tehát Mérő Vera a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Továbbra is idéznék ebből a ma megjelent cégből. Itt nyilatkozik Szilovics Fanni. Csak gyorsan tegyük tisztában, most nem arról a cikkről beszélünk, írásról, amit ugye a Vera írt, hanem ami a Blikben van. Arról is fogunk beszélni, csak szeretném, hogyha behoznánk ezt a vetületet, amit... Itt ugye megszólal Szilovics Fanni, aki a barátnője Kenderesi Tamásnak, tehát egyik oldalról nyilvánvalóan elfogult ez ügyben. Másrészt mégiscsak egy nőnek a véleményéről van szó. Ő az alapján, amit eddig az esetről tudunk, ő például azt mondja, hogy szerinte a koreai lány nagyon túlreagálta a történetet. Mennyire, mit gondolunk erről a mondatáról, erről a véleményéről ennek a hölgynek? Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó kérdés felvetés, mármint... Nehéz elképzelni, hogy ugyan mit is mondhatna mást ez a lány a barátjának erről a meglehetősen nagy port kavaró ügyéről. És egyáltalán nem gondolom azt, hogy az ő szempontjából, az ő nagyon is személyes és természetesen érthető módon elfogult oldaláról kéne ezt megközelíteni. Jóval érdekesebbnek találom azt, hogy az egyszeri kommentelő nők hogyan reagálnak erre a helyzetre. Szerintem ez a vetület érdekesebb, mint társadalmi vetület. És egyébként amúgy is nagyon mély meggyőződésem, hogy Kenderesi Tamás személyére kihegyezni ezt az ügyet nagyon félreviszi az erről való beszédet. Mert csatornázatlan indulatokat kelt, igen, ahol hitviták döntik el azt, hogy kedvelem ezt a sportolót, nem kedvelem, igen, ezt a sportolót, és nem arról beszélünk, hogy mi ez a jelenség, hanem az ő személye fölött keringenek az őt kedvelő vagy gyűlölő kesejük, és ebben a zajban nagyon nehéz érdemi beszélgetést kezdeni. És nagyon örülök, hogy ezzel kezdted a mondandódat, elmondom, hogy miért, mert az emberek többsége, jelentős része, és most nem csak a kommentelőkről beszélünk, akik mindig mindenhez hozzászólnak, és gyalászkodnak, őrült módjára fogalmaznak meg mindent, akkor is, ha nem csináltál semmi rosszat, hanem egy olyan helyzetről beszélünk, egy olyan esetről beszélünk, amikor még egyáltalán nem tudjuk azt, hogy mi történt te, én, ő, nagyon sokan, a kommentelők, mert hogy nem látta senki nem ezt a videófelvételt. Ismerünk ugye egy álláspontot a hölgy részéről, meg a Tamás részéről. Ellenben van kérdés, ugye az, hogy ha hozzáérünk tudatosan, nem tudatosan egy másik embernek az intim testrészéhez, az erkölcsileg, etikailag belefér-e, tök mindegy, hogy Koreában történik, vagy Magyarországon. Ha nem tudatosan, az azt jelenti, hogy egy baromi tömött tömegközlekedési járművön, vagy egy nagyon-nagyon tömött szórakozóhelyen elmegyek a tömegben valaki mellett, ahol a szardinia préshelyzet miatt óhatatlanul hozzáérek.
ez lehet nem tudatos, észre sem veszem, hogy a könyökömmel megsodortam a mellkasát, ezek a véletlen érintések. Gondolom, ha ez történt, az ember ezt azért meg tudja különböztetni többnyire, hogy őt megfogják, vagy hozzásúrlódtak. A súrlódás sem egy öröm, de azért még senki nem szokott felháborodni. Szerintem, amiről itt érdemesebb lenne beszélni, az az, hogy Kenderesi Tamás személyével kapcsolatban én csak annyit jegyeznék meg, és valószínűleg ez nem is a személye kifejezetten, hanem inkább ez is egy jelenség. Nekem meggyőződésem, hogy ő nem tudja azt, hogyha akár ráfogott arra a fenékre egy éjszakai bárban, az ami a probléma. És ez nem az ő hibája, ez az ország nem tart ott szerintem, hogy megtanuljuk ezt komolyan venni és a helyén kezelni. És a szexuális zaklatásnak a szintjeit arányosan értelmezni, és látni azt, hogy nem a kézlevágás az arányos retorzió egy ilyen esetben, de nem is a legyintés. Valahol a kettő között. Ugye azt mondtad, hogy szerinted Kenderesi Tamás nincs tisztában vele, hogy nem lehet csinálni. Attoltatok a környezet. Én lehet, hogy ezzel vitatkoznék. Igen. Tehát én egész egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy egy 20 éves fiú ma ne tudná elméletben, hogy ezt nem illik. Az egy másik dolog, hogy azt hiszi, hogy megtehetem és megcsinálja néha, de szerintem elméletben valószínűleg megtanították neki otthon, hogy ilyet nem illik. Az igazi kérdés talán innentől kezdve az, hogy igen, ez nem illő, sőt, olyan szavakat fogok használni, amit nem szoktam adásban, ez bunkóság. Teljesen egyértelmű. De vajon ennél többe? Szexuális zaklatása az, hogyha mondjuk tételezzük fel, tudatosan hozzáért a feneké, ez szexuális zaklatás az? Bizony, hogy az, hiszen egy szenzitív testrész tudatosan megfog a másik beleegyezése nélkül, ez mindenképpen szexuális zaklatás. Azt lenne érdemes megnézni, hogy a szexuális zaklatásnak milyen szintjei vannak. Bizonyos Ken Cooper nevű amerikai kommunikációs szakértő, aki a legnagyobb cégeknek, mint az IBM és az Apple tart szexuális zaklatásról, tréningeket az alkalmazottaknak, mert ugye a MeToo óta nagyon-nagyon-nagyon félnek a munkáltatók és a munkavállalók is, akik vezető beosztásban vannak, attól, hogy szexuális zaklatás vágya éri őket, tehát teljesen jogosan tartanak, és ennek nagyon-nagyon sok áttételes hátránya is van, például a férfi vezetők nem merik mentorálni a női beosztottakat, ez a női karrierre nem túl jól hat. És ezért lenne nagyon fontos az, hogy nagyon tiszta kategóriáink és fogalmaink legyenek arról, hogy mi az a szexuális zaklatás. És erre Ken Cooper felállított egy 6-os skálát. Nekem egyébként a személyes véleményem is az, hogy ez egy skála, a szexuális zaklatás, szexuális erőszak, nagyon-nagyon széles skála, aminek az elején az van, hogy milyen csinos ez a pulcsi, ami nem zaklatás igazából, mert ez tényleg egy kedves dolog. És milyen csinos ez a szoknya? Milyen jó ez a szoknya, szerintem ezzel nincs semmi gond. Milyen jó a feneked ebben a szoknyában, kezdődnek a gondok. Vagy nem túl rövid ez a szoknya? Vagy milyen jó, hogy rövid ez a szoknya? Mennyire egyszerű meghúzni egy ilyen határt? Ez nem személyiségfüggő sok esetben? Most itt van ez a korai, hogy pont arról beszéltünk itt a stúdióban. Lehet, hogy ez Magyarországon történik, kap egy akkora maflást a Kenderesi attól a nőtől. De ne. Nem. Én csak azt mondom, hogy nem csak a normáknak a betartása, hanem a személyiségnek a helyzete, a nem tudom én, hogy lehet más szóval ezt mondani. Nem szabad levinni az egyén szintjére ezt a kérdést, mert az egyén szintjén nem fogunk egy általános megoldást találni. Ezt a kérdést tehát a jelenség szintjén... Ha egyszer majd megérintem, és így, majd bárhogy... Na ez a kettes szint. Ez egy kettes szint. Teljesen mindegy, hogy nem hatás. Na, itt ez a szociális jó, érintés. Nagyon jó, úgy hívjuk, hogy szociális érintés. Mi vagyunk olyan haveri viszonyban, hogy belefér. De a nexus, ha szigorúan veszem ezt a skálát, akkor ezek szerint kettes szintű szexuális zaklatást hajtottam. Nem, erre akartam kifutni, hogy ha két ember között fennáll az a nexus, hogy kölcsönösen biztosak lehetnek abban, hogy köztünk megvan az a viszony, hogy egy ilyen érintés megengedhető. Az felülírja magát a jogot. Nem sterilizálni akarjuk az emberi vagy a munkahelyi viszonyokat, viszont valamilyen módon meg kell védeni azokat a munkavállalókat, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak. Tehát, ha Robi, mint egy tapasztalt, nagymúltú férfi kollega megenged magának ilyen bizalmaskodást, anélkül, hogy köztetek meg lenne valóban ez a viszony, akkor ami nagyon fontos az, hogy te azt érezd, hogy megteheted azt, hogy ezt akár neki, akár a közös főnökötöknek szóvá teszed. Persze, a kiszolgáltatott helyzet, az aláfölé rendeltségi viszony az mindig sokkal bonyolultabbá teszi, tehát hogy ott azért tényleg sokkal jobban kell vigyázni. Itt ugye Kenderesi Tamás ügyében ilyen aláfölé rendeltségi
szövetségviszonyról. Egyszerű tahóságról beszélünk, véleményem szerint. Egy nem is kisléptékű, hanem elég komoly tahóságról, amiért én semmiképp sem gondolom azt, hogy egy börtönbüntetés, vagy egy kövezés, kézlevágás lenne az adekvát megoldás. Azt gondolom, hogy egy pénzbírság és egy írásbeli figyelmeztetés, ami egyébként most kilátásban van helyezve az ő számára, egy tökéletesen megfelelő és arányos reakció, mert el kell ismerni, egy pénzbüntetéssel tudjuk aláhúzni azt, hogy ez nem oké, és egyébként egyre több ország törvénykezése szabályozza ezt ilyen szinten, hogy nem. Még utána fütyülni egy nőnek sem igazán ér az utcán, sőt egyáltalán nem, mert nem csinálunk olyat egy másik emberrel, ami kizárólag az én akaratomat tükrözi, és az övét pedig semmibe veszi. Nem veszem semmibe a másik ember akaratát, integritását, csupán csak azért, mert nekem ehhez van kedvem. Azt hiszem, hogy a legfontosabb mondat egyébként, ami így közelebb vissza a lényegéhez, talán ez volt. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Szépen.